A Vaj Péter szakképzőiskola, kindul kupola galériája, ismét megtelt alkotásokkal. Ezúttal sok helyi diák nevét fedezhetik fel, a tárlatot látogatók, mivel a helyi művészeti iskola Würz Ádám tiszteletére hirdetett rajzversenyének legjobbjai láthatók a falakon. Tavalyi rajzversenyünk döntős alkotásaiból állítottunk ki néhány darabot, és a helyszínen készült festményekből, amit a Dánpont Látogatóközpont vendégelt meg minket májusban. Országosan nőtte ki magát ez a pályázatunk, minden tanév novemberében küldjük ki hagyományosan, és új-új intézményekhez, és közel 250 alkotás szokott beküldésre kerülni hozzánk. Egy központi témát szoktunk meghatározni, ugye ez a rajzversenyünk, ez Würz Ádám emlékére rendeződik minden évben hagyományosan, és az elődöntő az Würz Ádámmal kapcsolatos téma szokott lenni. Most a színek voltak a meghatározók, tehát Würz Ádám színe és formái, amik bekerültek ugye a döntőbe. A helyszínen, pedig a Dámlátogatóközpontnál, tehát a parkerdőbe, ott pedig a mesés környezet volt a meghatározó, amire kértük a gyerekeket alkotásra. Az Alapfokú Művészeti Iskola diákjai rendszeres résztvevői a kiállítás megnyitóknak is, ahol érdeklődve szemlélik az alkotók műveit, amikor pedig a saját kezük által készített darabok köszönnek vissza, az igazi büszkeség számukra. Kedvesen szoktak reagálni, ugye körbe-körbe járják, és megtalálják a saját nevüket, alkotásukat, ugye kis társaiknak megmutatva, kis büszkén. Tehát mindenképpen a csoportformáló szerepét is látok, tehát lelkesen jönnek a gyerekek a kiállításainkra, és ugyanúgy a felnőttek is. Keddenként szokott itt a Kindle Kupola galériában lenni a kiállítások, és mi minden alkalommal lejövünk a gyerekekkel, úgyhogy nagyon érdeklődnek a más kiállítások után is, és a helyi, a saját alkotásaink után is. Mivel hagyományőrző nálunk ez a verseny, ezért mi általában kötelező jelleggel ki szoktuk adni a gyerekeknek, és akkor természetesen mi is úgy válogatjuk be a jobban elkészült munkákat, de szem előtt tartjuk azt, hogy igenis őrizzék Würz Ádám hagyományát a művészeti iskolánkban. Az alkotások zöme a parkerdőben született a Munkácsi Mihály díjas grafikus előtt tisztelgő rajzverseny döntője alkalmával. Sokkal közvetlen volt a hangulat, tehát hogy kis barátságok is születtek a vidékről érkezett intézményekből, mint mondjuk egy tantermi döntős, ahol csak ugye maximum a korcsoportjában szereplő gyerekekkel találkozhat. Hogy szerintem sokkal szabad, már eleve a környezet sokkal szabadabb lehetőséget adott, és a kis társaikkal egymással is kis barátságok születtek. Az ifjú tehetségek délutánonként szívhatják magukba a tudást a művészeti iskolában. Minden délután más-más csoporttal találkozunk, tehát hogy ez délutáni elfoglaltság párhuzamosan az általános iskolával, esetleg a gimnáziummal, a szakközépiskolával, és próbáljuk ugye korosztályonként csoportokra bontani a gyerekeket, tehát hogy hasonló érdeklődésű diákok kerüljenek egy-egy csoportba. Ez délutánonként 4x45 percben szokott lenni a nagyoknál, és vannak ugye kicsikék is nálunk, az első-másodikos korosztály, akik heti 2 órában ebédutánonként ilyen bevezető jelleggel, hogy megszeressék az alkotás örömét. Tartunk nekik foglalkozásokat. A Tamási Alapfokú Művészeti Iskola képzései iránt nagy igény mutatkozik, mondta el az intézmény egység vezetője. És az évre marad ez a tendencia, tehát úgy tűnik, hogy a gyerekeket érdekli a művészet. Igazából ugye több művészeti ágazatunk is van az intézményben, és nagyon sokan még azt is bevállalják, hogy egyszerre járnak akár zenére, akár képzőművészetre, vagy zenére és színművészetre, úgyhogy hál' Istennek az érdeklődés az évről évre megmarad, tehát nem lankad.
Hát az, hogy vége a Covid időszaknak, az nagyon jót tett ennek a dolognak. Nyilván, mert amikor minden le volt korlátozva, vagy le volt zárva, akkor ugye nem lehetett akár kiállításokat lebonyolítani, vagy hangversenyeket, ugye, vagy bemutatókat, bemutatóknak is nevezhetjük ezt. Viszont ugye amióta kicsit lazább a vírus helyzet, vagy eltűnt, ugyanúgy meg tudjuk szervezni azokat a hagyományos kiállításokat, vagy ugye akár a versenyről van szó, vagy a hangversenyekről, amiket évről évre meg szoktunk szervezni, és ahol megmutathatják a tehetségüket a fiatalok. Az ifjú remekek elnevezést viselő kiállítás pedig egy remek alkalom arra, hogy megmutathassák munkáikat az iskola diákjai. A tárlat november 28-áig látogatható.